akkor ha már 6 éve meg van írva ez a könyv, akkor végre valaki el fogja tudni olvasni. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy kicsit arról a könyvemről fogunk beszélni, aminek azt a címet adtam, hogy a mély titkai, és erről már volt többször szó a csatornán, igazából egy 2 évvel ezelőtt csináltam róla több videót is, és azóta gyakori kérdésként fel szokott merülni, hogy mikor lesz kiadva. Na most, erről én a legutóbbi kérdezfelelekben azt mondtam, hogy most még pályázatom van, és majd annak fényében meglátjuk, hogy mi legyen, hogyan legyen tovább. Visszajött a pályázat eredménye, nem jutott tovább. De időközben kitaláltam, hogy van ez a csodálatos hely, amit Wattpadnak neveznek, és életemben nem mertem a közelébe menni. Viszont ennek az az előnye, hogy oda föl lehet tölteni történetet, ki van alakítva igazából úgy, hogy olvasható legyen, és ingyenes. És nem konkrét könyvkiadás ugyan, de lehet olvasni legalább, és akkor, ha már 6 éve meg van írva ez a könyv, akkor végre valaki el fogja tudni olvasni. Úgyhogy ez a mai nap híre, vagy ennek a videónak a híre, hogy igen, mostantól a mély titkai Wattpadon olvasható. Erről egyébként már kitettem ide YouTube-ra is, meg Instára is tettem ki róla, még megosztogattam, hogy ez amúgy így van, de gondoltam, teszek közé róla egy rendes videót, az talán jobban tudja hirdetni az igét. Igen, szóval most már van Wattpad profilom. Egyébként gondolkodtunk arról is, hogy esetleg nem tudom, e-könyvként így kiadni valamilyen, vagy ingyenes e-könyv, vagy ilyen 1-2 dollárosan ugye Amazonról ezeket föl lehet így tölteni, és akkor akinek van Kindle-i, az egyből le is tudja szedni, de úgy voltam vele, hogy nem lesz kiadva, ez tökéletesen megfelel, mert ennek egyébként megvannak azok az előnyei, hogy ez így nem kell fullosan rábólintanom, hogy ez a végleges, tehát valamilyen módon, így, hogyha utólag bele akarok, akkor bele tudnék nyúlni dolgokba, hogyha nem tudom, kitalálnék valamit, hogy át akarok írni, de igazából ez az első rész, szerintem 2017-ben fejeztem be az írását, szóval ezen már nincs mit, nem fogok nagyon átírogatni dolgokat, mint hogy már nem tudom hányszor átolvastam, és javítottam benne dolgokat. Na most az egész sorozatról, erről a varázskörökről azt kell tudni, hogy nekem olyan 2,5 rész meg van írva. Szóval egy ideig tudom feltöltögetni a fejezeteket. Úgyhogy most az első részt töltöm. Kim van 3 fejezet talán, az első 3 fejezetet már kiraktam olvasni, eddig az első fejezet volt olvasható a honlapomon egyébként. És akkor ennek az lesz a menetrendje, hogy valószínűleg heti 3 fejezetet fogok kirakni, így kedden, csütörtökön és vasárnap, most ezt találtam ki, mert először a heti 2-re gondoltam, de aztán rájöttem, hogy 62 fejezetes ez a sztori. És ha lebontom azt havi 4 hétre, az több mint 10 hónapig töltögetem föl csak az első könyvet, úgyhogy inkább heti 3 lesz. Úgyis vannak olyanok, amik csak ilyen nagyon rövid fejezetek. És akkor igen, ez lesz a menetrendje, illetve egy kis extrát is összekészítettem már, amit majd hamarosan kirakok szintén, csak hogy egy a vizuális részeire is legyen egy kis bemutatás. Nem tudom, hogy feltétlen kell-e hozzá regisztrálni, hogy valaki ezt el tudja olvasni, hogyha szeretné, mert én úgy láttam, hogy meg lehet nyitni a sztorit anélkül is, hogy regisztrálva vagy belépve lenne valaki. Szóval leírásban bent lesz a kis linkje magának a kötetnek, a könyvnek, és akkor, hogyha valakit most már érdekelne a történet, akkor ott el tudja olvasni, le is lehet menteni, meg is jegyzi, hol tart az ember a könyvben, szóval amúgy van egy csomó ilyen előnyös funkciója a Wattpadnak. Nem olyan, mint amilyeneket nekem felajánl, hogy ilyen, nem tudom, alfás, félmeztelen, úriemberes, borítós sztorik között kicsit úgy érzem, hogy kilógok a kis egyszerű borítómmal, amit egy éve, 2 rajzoltam még én. De nem baj, legalább most már fönn van valahol, el lehet olvasni, mégse csak a gépemen csücsül, mert már igazából abból volt elegem, hogy tök jó, megírtam, nem tudom mennyi idő benne van, aztán igazából senki nem tudja olvasni. Itt meg lehet most már, úgyhogy ez lesz. Valószínűleg akkor ebből az lesz, hogy feltöltöm az összeset oda. Úgyhogy most még egy ideig van anyagom, amit tudok tölteni, de közben most már akkor nekiállok, hogy a harmadik részt befejezzem talán, mert kéne. Ezt egy ideje írom már. Hogyha valaki esetleg így később csatlakozott volna be a csatornába, és nem látta volna a mély titkairól, amit csináltam, nem tudom, talán 3 videót, amit csináltam róla, akkor a sztoriról annyit, hogy ez egy 5 főszereplős regény,
nem emlékszem már, mi az, ami még itt spoilermentesen elmondható róla. Szóval az a lényeg, hogy van öt főszereplő benne, akik így bizonyos úton, módon összekeverednek, és együtt kell elindulniuk, hogy kiderítsenek valamit, per megmentsenek valakit, per rájöjjenek, hogy mi az, ami összehozta őket, és miért is keveredtek össze. Fantasy, a főszereplők ilyen 19-22 éves kor között vannak. Én ifjúságinak mondanám, bár ez szigorúan véve, hogyha a korosztályt nézzük a könyvben, akkor ez már a New Adult lenne, de a New Adult ez arról hírhet, hogy abban vannak dolgok, amiket én nem szeretek se olvasni, se megírni, úgyhogy ebben nincs olyan. Egyébként van per lesz benne romantikus szál, csak ki kell várni, mert slow burn. Röviden többörön talán ez, bár ez szerintem nem a legmeggyőzőbb leírásom volt a könyvről, de egyébként egy sokkal frappánsabbat írtam Wattpadra, úgyhogy ha valaki ezt elolvasa, lehet előbb meggyőződik róla, hogy ezt el akarja olvasni, vagy sem. Úgyhogy, ja, erről így mutogattam egy csomó mindent hozzá a térképtől kezdve minden, de majd fel fogok tölteni egy ilyen kis függeléket a sztorihoz. Amiben minden fontos dolog szerintem, ami így plusz információ benne van, mert hogy ehhez nekem vannak Spotify lejátszási listáim, ilyen moodboardjaim, mindenféle, azon az Artbreeder-ön csináltam hozzá karakterábrázolásokat per tájakat, úgyhogy van hozzá mindenem, minden létező anyag, ami csak lehet egy könyvhöz. És ezt mind ki fogom rakni Wattpadra, és most már mindenki ezt így el tudja olvasni, meg tudja nézni, be tudja fogadni, ha szeretné, ha érdekli. Úgyhogy igen, csak ezt a kis hírt szerettem volna közölni, hogy akkor ez most már így hivatalosan is így fog folytatódni. Igen, nem kell feltenni, amikor lesz kiadva a kérdést, mert nem lesz kiadva, de el lehet olvasni online formátumban. Ezt a videót itt le is zárom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Meg hát nyilván csekkoljátok a történetet, ha érdekel.